A híres híreket látják kedden este 19 órakor élőben. Jó estét kívánok! A híradó elején mutatjuk a kiemelt témákat egy-egy mondatban. Közel 200 ezer autó gurult le a gyártósorról tavaly a Mercedes gyárban. 3 éve áll elhagyatva egy autó az Árpád körúton. Kiszebábot égettek a Kinder óvodában. Közel 200 ezer autó gurult le a gyártósorról a kecskeméti Mercedes gyárban tavaly. A vállalat pedig 3. éve vezető helyen áll a prémium személyautók eladásában. Többek között ez is kiderült azon a sajtótájékoztatón, amelyen a Mercedes-Benz Hungária Kft. És a Mercedes-Benz Manufacturing Hungary Kft. Ismertette a 2018-as év eredményeit. A Mercedes-Benz Manufacturing Hungary Kft. Magyarország meghatározó vállalata, a magyar gazdaság egyik fontos szereplője és egyik legnagyobb foglalkoztatója. Az autógyártó tavaly ismét több mint 190 ezer darab gépkocsit gyártott, és több mint 3,5 milliárd eurós nettó árbevételt ért el. Hazai viszonylatban a Mercedes-Benz teljes értékesítésének egynegyedét a kecskeméti gyárban gyártott modellek teszik ki. Azonban nem csak az árbevétel és a gyártási adatok miatt volt fontos a tavalyi év. Ez a CL, ez az új generációja annak a modellnek, ami kizárólag Kecskeméten készül, és amelynek az elődje a tavalyi évben elnyerte a két legfontosabb piacunkon a J.D. Power minőségi díjat, ez ugye Németország és Kína. És még lehetne sorolni, hogy mi mindent ért el a kecskeméti gyár tavaly. De nem csak a 2018-as sikerekről volt szó a ma délelőtti budapesti sajtótájékoztatón. 10 darab teljesen elektromos modellet fog megjelenni. Az idei év is sok érdekességet és újdonságot fog tartalmazni. Az értékelésről, valamint a jövőről bővebben a ma esti kiemelő című magazin műsorunkban foglalkozunk. 3 éve elhagyatva áll egy autó egy Árpád körúti társasház előtt, elállva az utat más parkoló gépjárművek elől. A sofőr 1 hónapja még váltott parkoló bérletet, azóta viszont sokszoros bírságot felhalmozott. A járműbe egy hajléktalan is beleköltözött, de a tulajdonos látszólag semmit nem tesz. A 6. Mikulás csomagot rakták ma arra az autóra, amely 3 éve elhagyatva áll az Árpád körúton az egyik társasház előtt. Az egyik közeli üzlet munkatársai ismerik a tulajdonost, a gépjárművet az ő beleegyezésével tolták a jelenlegi helyére, mert már zavarta a raktározást. A büntetések 1 hónapja gyűlnek, mivel a múlt hónap végéig még váltott parkolóbérletet a tulajdonos. Nyilván naponta egyet kaphat jogszerűen az autó, tehát egy autó egy napon egyszer lehet felelősségre vonni azért, mert díjfizetés nélkül várakozik. Az elhagyatott autóval más gond is akad. A járműbe egy hajléktalan is beköltözött. Az autó csomagtartójában még a személyes tárgyait is megtalált a stábunk. Az az eset, hogy autóba beleköltöző hajléktalan, ebből a szempontból ez egy egyedi eset. Már nem laknak benne egyébként, de laktak benne, valóban tudomásunk volt róla. Életvitelszerűen ugye nem tartózkodhatnak hajléktalanok közterületen, tehát ezzel kapcsolatban itt a kollégák az éjszakai ellenőrzés során ellenőrizték őket rendőrökkel együtt, és fölhívták a figyelmüket arra, hogy ez nem megfelelő magatartás. A környéken lakóktól megtudtuk, hogy már próbálták rábeszélni az autó tulajdonosát, hogy adja el a kocsit. Még vevőt is hoztak volna rá, de nem akarta eladni. Ugyanennek a személynek a környékbeliek elmondása szerint egy szürke Suzuki-ja is parkol nem messze, amint csak a szélvédőn lehet papíron felfedezni a rendszámot. Itt is gyűlnek a Mikulás csomagok. Az azonban továbbra is rejtély, miért éri meg mindez a tulajdonosnak, hiszen csak a napi bírságok összege több mint 9000 forintra rúg. Másfél hónap alatt több mint 2,6 millió forinttal lopta meg munkáltatóját egy kecskeméti futár, akivel szemben az ügyészség üzletszerűen elkövetett sikkasztás büntette miatt vádat emelt. Saját zsebre dolgozó futár ügyében emelt vádat az ügyészség. A 33 éves kecskeméti férfi megrendelt küldeményeket kézbesített. A kiszállított csomagok ellenértékével naponta el kellett volna számolnia a munkaadója felé. A nagyfokú bizalom miatt azonban az elszámolás ritkábban történt meg. A futár 2017 novembere és 2018 januárja között a zsúfolt karácsonyi időszakban 20 esetben kézbesítette a rábízott küldeményt, de a csomagokért átvett pénzt zsebre tette,
ahelyett, hogy átadta volna a munkáltatónak. Így alig másfél hónap alatt több mint 2,6 millió forinttal rövidítette meg a céget. Akár egy része, körülbelül 660 ezer forint már megtérült, ugyanis azt a futár és egy ismerőse megfizette. A büntetlen előilletű vádlottat az ügyészség üzletszerűen elkövetett sikkasztás büntettével vádolja, és vele szemben közérdekű munka kiszabását indítványozza, továbbá azt, hogy a bíróság kötelezze őt a kár fennmaradó részének megtérítésére. A szabadlábon lévő férfi bűnösségéről a kecskeméti járásbíróság dönt majd. Fejbe ütötte, majd kifosztotta volt élettársát tavaly februárban egy férfi Kecskeméten. A Széchenyi városi parkolóban történt esettel kapcsolatos eljárást a rendőrség befejezte, az iratokat átadták az ügyészségnek. A 33 éves helyi férfi egy ismeretlen tárggyal ütötte fejbe volt élettársát. A 32 éves nő ezt követően megszédült és a földre esett. A gyanúsított ekkora sértett mellkasára térdelt és folytogatni kezdte, majd a száját befogva arrébb akarta vonszolni a nőt. Az esetet egy kutyáját sétáltató járókelő vette észre, aki a gyanúsítottra kiabált. A nő ekkor kiszabadult a szorításból, majd elmenekült, mindeközben a táskája, a benne lévő készpénz és az autó kulcsa földre esett, így azokat a gyanúsított férfi magához vette. D. Tamás esetével kapcsolatban a továbbiakban az ügyészség fog eljárni. Bokrács gulyás partit szerveznek a Bozó család javára a kecskeméti arborétumban. Akár már egy tányér gulyás megvásárlásával is segíthetünk, hogy saját kocsit vásárolhasson a kecskeméti család. Autó nélkül ugyanis gyógytornára sem tudja elvinni édesanyja a másfél évesen levinult Gabriellát. Le van foglalva, kivonták a forgalomból, és nem lehet használni, mert hogyha használnám, akkor megbüntetnének, hogy... és majd mondták, hogy jönnek érte. Ezt az autót nem használhatja már Bozó Pálné, aki 36 éve gondozza teljesen maga tehetetlen lányát. Korábban gyakran jártak kirándulni a Tiszához, koncertekre vitték a másfél évesen lebénult Gabriellát, amióta azonban elvették, devizahitelre vásárolt kocsijukat, bezárult a világ a sérült nő előtt. Édesanyja már gyógytornára sem tudja elvinni. Így nem lehet, hogy egy gyereket így bezárunk, mert attól függetlenül, hogy beteg, őnek is ugyanúgy jár, hogy el tudjon menni szabad levegőre, meg mindenhova. Meg a legfontosabb lenne a gyógytorna, ami kellene nekünk, meg amikor a kórházba vinni ilyen vizsgálatokra, az, ami nagyon kell az autó. Tavaly decemberben ugyan állami támogatásra jogosultak lettek, kaptak is 600 ezer forint támogatást személyautó vásárlására, azonban van egy feltétel. Újnak nem minősülő, de legfeljebb 5 éves kocsit kell vásárolniuk. Kimentem a szervizbe, 5 autó szervizbe jártam, kiröhögtek, mert azt mondták, ha van 2 millió forintom még, akkor tudnak autót adni, mert ez semmi, ez a 600 ezer forint. Katalin csak 350 ezer forintot tudott összekuporgatni, ezért segítséghez fordult. Szerkesztőségünk felhívására mintegy 100 ezer forint gyűlt össze. Ugyan autókereskedő egyelőre még nem jelentkezett kedvezményes áru kocsival, de akadt más támogató. Berki Károlyt megérintette a család története, ezért úgy döntött, adománygyűjtő bográcspartit szervez számukra. Én több rákos betegnek segítettem, főztem, sajnos én is az vagyok többek között, de nem ez a lényeg, és kijöttem, vagyis hát fölhívtam a Katikát, hogy szeretnék segíteni, olvastam ezt a cikket, rajta volt a Facebookon, meg az újságban, és akkor megbeszéltük, hogy a 9-én, és ennyi a történet. Március 9-én a Kecskeméti Arborétum hátsó bejáratánál tartják a bográcspartit, amelyen egy finom gulyás árával is segíthetjük, hogy összegyűjjön a pénz a kocsira. Országszerte nagy a vízhiány a földeken, megyénk gazdái is egyre jobban küszködnek a megmunkálandó talajjal. A fokozott erdőtűzveszély miatt tűzgyújtási tilalmat rendeltek el 5 megyében, köztük Bács-Kiskunban is. A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara honlapján jelent meg a hír, hogy kevés csapadék hullott a múlt héten, és a héten sem valószínű, hogy várható számottevő mennyiség. Így fokozódik a vízhiány a talajokban. A szárazságot megyén gazdálkodói is érzik. Megkerestük Kujáni László kecskeméti őstermelőt, aki elmondta, az aszály miatt 10 cm alatt nehezebb lesz a talajmunka. Hozzátette, 1978-ban volt ehhez hasonló év, ahol nem volt csapadék, ott még feketék a búzatáblák.
Ha továbbra is ilyen marad az időjárás, akkor sokkal nagyobb költségből lesz kevesebb, gyengébb termés. Az aszálytól elpusztul a csíra növény. Olvasható az Agrárkamara oldalán megjelent cikkben. A szárazság miatt tűzgyújtási tilalmat rendeltek el 5 megyében, köztük Bács-Kiskunban is február 25-től visszavonásig. Kiszebábot égettek a Kinderovi kis óvodásai kedden délelőtt az intézmény melletti parkolóban. A gyermekek hangos kántálással üzték el a telet, és a népi hagyományoknak megfelelően elégették a rossz dolgokat szimbolizáló bábút. Ilyen mondókákkal és versekkel üzték el a telet a gyerekek a Kinderovi melletti parkolóban ma délelőtt. Már hagyomány az óvodában, hogy minden évben februárban kiszebáb égetést rendeznek. Az óvodánkban, vagyis a Kinderoviban magyar és német gyerekek egyaránt járnak, így a német és a magyar kultúrával is megismerkednek a gyerekek. Ez speciálisan egy magyar kultúrából adódó ünnepség, ez a kiszebáb égetése, amivel remélhetőleg elkergettük a telet, és jön a jó idő. A népi hiedelem szerint a kiszebáb elégetése megszabadítja az embereket minden bajtól, és előzi a telet. A népi kultúrában ilyenkor kiszebabát és zajkeltő szerszámokat készítettek, amelyekkel a falu főterére vonultak. Vonulás közben pedig hangosan zörgették szerszámaikat, és télűző rigmusokat kiabáltak. Az oviban ezt a hagyományt elevenítették fel. Minden évben másik csoport vállalja el a nagy kiszebáb elkészítését, de mindenki csinálhat kis kiszebábot is. Ezt még a kisebbek nem olyan szívesen dobják bele a tűzbe, van, aki hazaviszi, de van, aki szívesen beledobja, és a hangszerekkel, a kiáltozással üzzük a telet. A kicsik nagyon élvezték a népi játékot, csak úgy zengett a parkoló a mondókáktól. Remélhetőleg sikerült elűzniük a telet. Holnap tartóztathatják le a vasárnap esti Máriavárosi gyilkosság feltételezett elkövetőjét, a Bács-Kiskun megyei főügyészség indítványozta ezt. A 64 éves elkövető részegen kalapáccsal verte agyon nőismerősének lélektársát. Vasárnap 18 óra körül az 50 éves sértett, erősen ittas állapotban megjelent ismerőse, a szintén ittas 64 éves gyanúsított kecskeméti lakásán, ahol a sértett élettársa is tartózkodott. A lakásban féltékenységből adódó tetlegességig fajuló vita alakult ki a sértett és a nő között, amelynek hatására a gyanúsított a szoba sarkából magához vett egy kalapácsot, és az a több ízben az ágy szélén ülő sértett fejére sújtott, majd a földre hanyatló sértetre további ütéseket mért. A sértett a helyszínen életét veszítette, a nyomozók a 64 éves férfit még aznap éjjel őrizetbe vették, és emberölés büntette miatt gyanúsítottként hallgatták ki. A férfi beismertetett, ezt a bűncselekményt a törvény 5 évtől 15 évig terjedő szabadságvesztéssel bünteti. A főügyészség indítványáról a Kecskeméti Járásbíróság nyomozási bírója holnap dönt. És ezek voltak a híres hírek kedden, mutatjuk a legfontosabbakat még egyszer röviden. Közel 200 ezer autó gurult le a gyártósorról tavaly a Mercedes gyárban. Többek között ez derült ki a mai évértékelő sajtótájékoztatón. 3 éve áll elhagyatva egy autó az Árpád körúton. A múlt hónap végéig a tulajdonos még váltott parkolóbérletet, azóta viszont csak gyűlik a bírság. Hangos kántálással üzték el a telet, és a népi hagyománynak megfelelően elégették a rossz dolgokat szimbolizáló kiszebábot a Kinder óvodába járó gyermekek. Másfél hónap alatt több mint 2,6 millió forinttal lopta meg munkáltatóját egy kecskeméti futár. Az ügyészség vele szemben közmunka kiszabását indítványozta, és azt, hogy a bíróság kötelezze őt a kár megtérítésére. A híres híreket látták, hamarosan folytatjuk a hírórát a kiemelővel. Mai magazinunkban részletesen beszámolunk a Mercedes-Benz Hungária Kft. És a Mercedes-Benz Manufacturing Hungary Kft. Évértékelőjéről. Vendégünk lesz Sikó Dezső fizika tanár és Kis Robert matematika és informatika tanára, akikkel a Bánya is és a Bója is diákok hétvégi sikeréről beszélgetünk. És végül beszámolunk arról a kétnapos lakiteleki vetélkedőről,
amely megyénk nemzeti értékeinek népszerűsítését tűzte ki célul a diákok körében. Híreinket újra tudják olvasni a hírportálunkon, a cím hírös.hu, vagy a híradót újra tudják nézni az ismétléskor 20 óra 30 perckor, 22 órakor, éjszaka a képújság idejében 2 óránként, valamint reggel 7:30-9-kor, és minden műsort, így a híradót is újra tudnak nézni a kecskemétitv.hu weboldalon. Friss híradóval legközelebb holnap este a szokott időpontban 7 órakor kolléganőm várja önöket. Nézzenek minket akkor is, most köszönöm a figyelmet, további szép estét, viszontlátásra! Hét további részében tavaszias lesz időjárásunk, szerdán 10 fok körüli maximumokat mérhetünk, a leghidegebb órákban -1 fokra van kilátás, élénk lesz a nyugati szél. Csütörtökön -3 és 16 fok között alakul a napi hőmérséklet, élénk lesz a nyugati szél, csapadékra nem kell számítanunk. Pénteken 4 és 11 fok között ingadozik majd a napi hőmérséklet. Élénk széllökések érkeznek északnyugatról, csapadék továbbra sem várható. Száztíz évvel ezelőtt, 1909. február 26-án született Szalai Lajos, a 20. századi magyar grafika egyik legjelentősebb alakja. A mechanikailag sokszorosított grafika virágzása idején, amikor grafikusnak lenni tömegtermelést jelentett, ő megmaradt, mint az egyéni lapok, a tusrajzok, ceruzarajzok páratlan és utolérhetetlen mestere. Ő volt a rajzolótól virtuóza, Paganinie, aki úgy tudott játszani egyetlen vonalon, mint Paganini játszott egyetlen húron. Elsősorban a Biblia, az antik mitológia, a háború és az 1956-os magyar forradalom sorskérdései foglalkoztatták. Számos illusztrációt készített Cervantes, Shakespeare, Dostoyevsky és sok más író, költő munkájához. Gazdag pályafutásának egyik legfőbb alkotása az 1960-as évek közepén New Yorkban készített Genesis című album, amely a Biblia szövegeit kísérve több mint 100 rajzon keresztül meséli el Mózes első könyvét. Munkái a Glücks hagyaték révén Kecskemétre is eljutottak. Mintegy 40 grafikája a képtár tulajdonában van. Jó estét kívánok! Folytatjuk a hírórát a kiemelővel. Mai magazinunkban először részletes összeállítást tekintetnek meg a Mercedes-Benz Hungária Kft. És a Mercedes-Benz Manufacturing Hungary Kft. Mai budapesti évértékelőjéről. Aztán vendégünk lesz Sikó Dezső fizika tanár és Kis Róbert matematika és informatika tanár, akikkel a Bánya is és Bólya is diákok Tudok konferencián elért sikereiről beszélgetünk. És végül beszámolunk egy a Lakitelek népfőiskolán megrendezett vetélkedőről,
amelyel a szervezők megyénk nemzeti értékeit szeretnék megismertetni és népszerűsíteni a fiatalok körében. Kezdünk, tartsanak velünk! Újabb sikeres évet zárt a kecskeméti Mercedes-Benz gyár. Közel 200 ezer autó gurult le a gyártósorról. Ezt mind azon a sajtótájékoztatón tudtuk meg, amelyet ma délelőtt tartottak Budapesten. Azaz új CLA emelte a mai sajtótájékoztató fényét, amely kizárólag Kecskeméten készül. De nem csupán az új modell volt a tavalyi év legnagyobb sikere a vállalat életében. 2018 egy rettentően sikeres év volt a Mercedes-Benznek általában, de a kecskeméti gyárnak is. Ezen a sajtótájékoztatón beszámoltunk a legfontosabb eredményeinkről, ami nyilván, hogyha a számokat nézzük, akkor el lehet mondani ilyesmit, hogyha több mint 190 ezer autót építettünk, mennyi volt az árbevételünk, de valójában szerintem az az izgalmas, amikor egy ilyen gyönyörű autót meg tudunk mutatni. Ez a CL, ez az új generációja annak a modellnek, ami kizárólag Kecskeméten készül, és amelynek az elődje a tavalyi évben elnyerte a két legfontosabb piacunkon a J.D. Power minőségi díjat. Ez ugye Németország és Kína. Különösen büszkék vagyunk, hogy a német piacon egy magyar építésű német autó nyerte el ezt a több éves megbízhatósági díjat. 18-ban egyébként még rengeteg minden történt nálunk, ugye elkezdődött az új generációs kompakt autók gyártása az A-osztállyal, nyugdíjba vonult a B-osztály, amivel indult annó a gyár, ez egy picit ilyen szomorú esemény volt, de hát nyilván pótoltuk más modellel. Megnyitottuk a Mercedes-Benz Academy-t, amiről ugye tudósított is a Kecskeméti TV, és hát még nagyon-nagyon sok eseményünk volt, legyártottuk az 1 millió modik autót, letettük a gyárbővítés alapkövét. Én azt gondolom, hogy egy roppant izgalmas év van mögöttünk. 19 sem lesz unalmas, mert miután ezt a napsugar színű gyönyörűséget most bemutattuk, mely természetesen további izgalmas színekben is elérhető lesz, jön az ő testvérének az új generációs modellje is, ez ugye a CLA Shooting Brake. Ezt majd várhatóan május magasságában tudjuk bemutatni a közönségnek, és utána dolgozunk, ahogy egy megbízható német vállalathoz illik. Az egyik mérföldkőre is tavaly került sor, amikor letették a második kecskeméti gyár alapkövét. A munkálatok azóta is folyamatosan zajlanak. Jelen pillanatban ugye zajlik az építkezés, itt az új generációs modellekhez már a karosszéria üzemet bővítettük. Ez egyrészt jelen pillanatban a Mercedes-Benz világában a legmodernebb karosszéria üzem. Ez ugye a új generációs modelleket készíti, új technológiát, új embereket is jelent. Működik, láthatjátok. A gyárbővítés pedig hát zajlik, ugye ez azért nem egy két perces folyamat. Jelen pillanatban a festőüzem lassan elnyeri végső formáját, és utána majd ennek a felszerelésével és beüzemelésével fogunk foglalkozni, és utána szépen a tervek szerint haladunk tovább. Most egyébként, amit még mindenképpen szeretnénk folytatni, az ipari művezető képzés kiterjesztése, ez ugye a Német-Magyar Kereskedelmi és Iparkamarával egy közös képzésünk, illetve hát az akadémia bővítése, most, hogy átadtuk a Mercedes-Benz Academy-t, sokkal több férőhelyünk is van, bízunk benne, hogy sok lelkes fiatal lát majd perspektívát a Mercedes-Benzben és Kecskemétben, és eljön hozzánk. És ha már ilyen jól teljesít a kecskeméti gyár, meg is kérdeztük a Mercedes-Benz Hungária Kft. Értékesítési és marketing igazgatóját, hogy milyen a Kecskeméten gyártott autók fogadtatása a piacon. Kiváló egy szóban, a tavaly évben a teljes Mercedes-Benz világszerte értékesítés 2,3 millió darab számból, egy negyede az a kompakt autókból került ki, és ebből nagyon nagy rész a kecskeméti gyárból származott. A hazai viszonylatban pedig a teljes értékesítés egynegyede a Kecskemét által gyártott modellekből származott. Tehát összességében a magyarországi szinten elmondható, hogy a Mercedes-Benz, mint prémium autó, a Magyarországon egyre inkább kedveltebb. Imáron harmadik éve első számú prémium márka a Mercedes-Benz, tavaly évben több mint 4000 darab került Magyarországon forgalombahelyezésre, és ebben nagyon nagy szerepe van a hazai gyártású CLA-nak, a tavalyi év, illetve azt megelő évben a B-osztálynak, illetve idéntől nagyon nagy reményeink fűződnek az új A-osztály bevezetéséhez. Ugye a CLA esetében az autó megújul, egy modell frissítése, modellváltozás történik,
Az előző modell egyébként az egyik legsikeresebb új, úgynevezett kompakt autó bevezetése volt a Mercedes-Benznek, világszerte 750 ezer darabot értékesítettek, és ezt a sikertörténetet folytatja a most bemutatás, hamarosan bemutatásra kerülő CLA második generációs típusa, amely kapcsán elmondhatjuk, hogy olyan forradalmi felszereltséggel rendelkezik, mint az a Mercedes-Benz User Experience, amely egy telematikai rendszer, egy intuitív, nagyon könnyen, logikusan kezelhető szórakoztató és információs rendszer, amellyel egyébként a Mercedes-Benz nem csak a szakújságírók, hanem a konkurensek elismerése által is teljesen új mércét állított fel az autóiparban. A Mercedes-Benz Hungária Kft. 7%-os árbevétel növekedést ért el 2018-ban, és ezt a számot tovább szeretnék növelni idén. Ezért több új modell is legurul majd a gyártósorról. Megjelenik idén az EQC névre hallgató teljesen elektromos SUV SUV modell, amely egy teljesen elektromos, több mint 450 kilométeres hatótávval rendelkező modell lesz. Mindazzal a felszereltséggel, mindazokkal a tulajdonságokkal, amelyekkel a Mercedes-Benz rendelkezik, összkerékhajtás, illetve a legmodernebb asszisztens rendszerekkel is felszerelve. Ez a modell egyébként az első tagja annak az elektromos autó családnak, amellyel egy új offenzívát indítottunk. 2022-re 10 teljesen elektromos modell fog szerepelni a kínálatunkba, kiegészítve a már meglévő úgynevezett plug-in hibrid modelleket, amelyek a hagyományos meghajtás és az elektromotor kombinációját jelentik, így ezen modellek száma az 50 fölé fog növekedni. Jörg Schmidt, a Mercedes-Benz Hungária Kft. Ügyvezető igazgatója is beszédet mondott a rendezvényen. Kiemelte, hogy 2015-höz képest az eladott személyautók darabszáma 2018-ra több mint a duplájára nőtt. Azt az örömhírt is megtudtuk a sajtótájékoztatón, hogy már el is készítették Kecskeméten az első CLA kupét, amely épp Új-Zélandra tart tulajdonosához. Az elmúlt hétvégén rendezték meg Budapesten az egyik legrangosabb Kárpát-medencei kutatási verseny hazai tematikus konferenciáját. A 19. Tudok műszaki és reáltudományi tematikus konferencián középiskolás diákok mutatták be kutatási projektjeiket és eredményeiket a szakmai zsűrinek. Kecskemétről a Bolyai és a Bányai csapata vívta ki a jogot a továbbjutásra. Itt van a stúdiónkban a diákok munkáját segítő két szaktanár, Sikó Dezső és Kis Róbert. Tanár urak, jó estét kívánok, üdvözlöm Önöket! Jó estét kívánok! Először is nagyon fontos lenne, hogy tegyük már tisztába azt, hogy ez a Tudok konferencia mégis milyen helyet foglal el így a tudományos konferenciák, diákkonferenciák szintjén. Tehát ez már régen nem az a fizika vagy informatikai verseny, amikor kapnak egy feladatot a srácok meg a lányok, és ki kell tölteni, és valamilyen pontot elérnek. Ez egy komoly az iparág, a gazdaság, a politika is figyelmét is felkeltő tudomány. Így van? Igen, ez így van. Megvannak azok a versenyek is továbbra is, ahol egy feladatlapot kell kitölteni a diákoknak. Ami továbbra is nagyon fontos, persze. Igen, ami továbbra is nagyon fontos, persze. Ez a konferencia, vagy ez a verseny, ez másról szól. Itt kutatási projektekről van szó, és ezek nagyon komoly kutatások, messze túlmutatnak a középiskolás tananyagon. Ez a Tudományos Diákkörök Országos Konferenciája, ez a Tudoknak a rövidítése, és van egy Kutató Diákok Szövetsége, aki mögötte áll. És ők rendezik ezt minden évben igen komoly támogatottsággal, és ugyanúgy felvételi többletpontokat lehet szerezni egy jó helyezéssel, mint például az OKTV-n. Tehát ezek a kutatások, ezek a lényege az nekik, hogy ezek a diákok irtózatos mennyiségű időt tettek ebbe bele, és nagyon-nagyon messze a tananyag fölötti teljesítményt produkálnak. És mindjárt majd beszélünk azokról a produktumokról, vagy innovációkról is, amelyekkel önök odaérkeztek ezekre erre a rendezvényre, de előtte még azt is beszéljük meg, hogy hogyan lehet ide kijutni. Tehát egyszerűen csak nominálja magát egy iskola csapata, és kimegy egy ilyen versenyre, vagy vannak elő megmérettetések? Én azt hiszem, hogy nagyon fontos ez az előválogatás. A jelentkezés az széles körű, de a projektek, amelyeket beküldenek a gyerekek, azok válogatva vannak. És a legérdekesebbeknek tűnő, vagy leginkább kidolgozottnak tűnő projekteket hívják be a döntőbe. A
megmérettetésre. Én nem is nevezném ezt versenynek, hanem inkább egy olyan jó szakmai találkozónak, ahol ugye folyamatosan minden évben visszatérő és új vendégek vannak, új tanulócsoportok, új iskolák, vagy kollégák, akik már ismerjük egymást, várjuk, hogy találkozzunk, hogy lássuk, hogy milyen új dolgokat hoztak. Ugyanígy a gyerekek is egymással tartják a kapcsolatot, és nagyon örülnek egymás sikereinek. Akkor például, ha az idei tudokot nézzük, akkor a Bolyainak egy állandó csapata van, aki már visszatérőként érkezik erre a versenyre? Hát mondhatnám, hogy igen. Azt hiszem, hogy a harmadik éve nevezünk Bolyais csapatokkal erre a versenyre, és ez egy ilyen felmenő, kimenő meg belépő csapatokból állnak össze a kutatási projektekben résztvevő tanulói csoportok. Ez azért jó, mert az alacsonyabb 9-10-es tanulók bátorságot, tapasztalatot nyernek, a nagyobbak pedig át tudják adni a kicsiknek, és többé-kevésbé ezek a projektek egymásra is épülnek, és mindig valahogy a fejlődési spirál bejön. No, akkor, hogyha már így ilyen magas szintre emeltük ezt a konferenciát, és említettük, hogy mennyire komoly innovációk vannak, mondjuk el, hogy mivel mentek. Kezdjük akkor a Bolyaisokkal. Önök milyen technikát vagy újítást mutattak be ott? Hát kérem szépen, mindig a helyzet, a szükség határozza meg, hogy mit fejlesztünk. Néhány évvel kezdődött energetikai környezeti méréseket végeztünk, és beszereztünk olyan digitális mérőeszközöket, amelyekkel az adott célt meg tudtuk valósítani. Később ezt szélesítettük, ugye nem csak a száraz műszaki mérések fele, hanem elkezdtük méh családokat tanulmányozni a méhek téli életének bemutatására, hőmérséklet, páratartalom, zajszint, zajspektrum viselkedés, a megvilágítás függvényel mértük. Kezdetben ezzel a mérőrendszerrel nagyon sok gondunk volt, mert gyakran lemerült, újra kellett tölteni a kiolvasás, naponta kimenni a kaptárokhoz, ez gondot okozott. Ugye a technika fejlődik, mi is utána pályázati támogatással az Útravaló Utatudományhoz, a Nemzeti Tehetségprogram keretében újabb, modernebb eszközöket vettünk, talán az egyik legmodernebb adatgyűjtő, de ez is kell egy tablet, amivel vezéreljük. Bluetooth kapcsolat, de hát ez 10 méteren belül lehet megvalósítani, és akkor a téli hidegbe, a kaptárba kellett tartani ezeket az eszközöket. Tölteni az akkumulátor. Tölteni, ez nehézséget okozott, és itt jöttek a gyerekek az ötlettel, különösképpen a mostani döntőbe került két diákon volt az, aki azzal az ötlettel jöttek, hogy mi lenne, hogyha egy célnak megfelelő eszközcsomagot építenünk. Kezdetben csak az volt a cél, hogy a mély család életét tanulmányozunk, és így menet közben jött az ötlet, hogy ezt ki lehet szélesíteni, ezt általánossá lehet tenni. Így valósult meg a LogB. Tehát ez a LogB eszköz, amelyben a szenzorokat cserélni lehet, hozzá lehet tenni, el lehet venni, az adott célhoz rugalmasan lehet alakítani. És ami nagyon érdekes, hogy megalkottak egy honlapot, egy könyvtárt, ahol feltöltötték azokat a szükséges információkat, amelyek keresztül mások is megcsinálhatják, felhasználhatják, bővítik, és egy közösséget hoztak létre, a LogB közösséget, ahol már működőképes kapcsolatok vannak. Szinte egy háló lesz, amin keresztül fejlődni tudnak. Ugye adott esetben, hogyha most maradjunk a méheknél, ha ez egy kaptárban van, akkor én egy QR-kód segítségével meg tudom nézni a mérési eredményeit. Pontosan, tehát ezek publikusak, és már működik is. Rövid a műsoridőnk, ez volt a fizika, ugye a bányaisok pedig informatikai területen érkeztek. Igen, robotika, illetve biológiai beütésekkel. Tehát itt a dolog lényege, hogy már elég régóta foglalkozunk a Bányaiban robotok közötti kommunikációval, különböző projektjeinkkel, például éppen ezen a versenyen az egyik tavalyi csapatunk megnyerte a Kárpát-medencei döntőt. Most egy másik csapatunk vett részt ezen a versenyen, ugyancsak robotok közötti kommunikációra épül, úgynevezett RAI intelligencia projekttel. Ez a mesterséges intelligencia, ez mostanában sok felé elhangzik, de úgy igazán eléggé megfoghatatlan ez. A lényeg az, hogy a mesterséges intelligenciának a RAI intelligencia egy ilyen al csoportja, ugye szeretik a természettudósok kategorizálni a dolgokat, és az egész ötlet onnan van, hogy a biológiai, tehát az élővilágban vannak olyan állatfajok, amelyek rajokban élnek, például a hangyák mondjuk, és ott a hangya egyedek egy elég hatékony módszerrel,
találják meg a táplálékot, ugye ott feromonnyomokat hagynak, és stb. Stb. És ebből a biológiai viselkedés mintákból kialakul egy olyan globális viselkedés, ami már néha intelligensnek tűnik. És az informatika, vagy a kutatók ezt a területet robotokra átültetve hívják rá intelligencia kutatásoknak. És a mi projektünk is erről szólt, készítettünk egy ilyen robotrajt, ami sokkal hatékonyabban, gyorsabban tudott egy területet föltérképezni, és ott keresett egy valamilyen tárgyat, és amint megtalálta, az információ megosztás révén a többi robot is odament. Ez potenciálisan például lehet egy katasztrófa helyzetben valamilyen szennyezett terület, amit ha megtalál a raj egyik egyede, akkor például a mentesítőanyagot a többi arra tudja szállítani. Tanár úr, amiről itt beszélünk, az tényleg már olyan magas szintű tudományos tevékenységet feltételez, ami ugye azt mondja, hogy a jövőben a jövőt ezek a fiatalok fogják alkotni. Már nem megőszült hajó idősebb professzorok, elnézést kérek, fogják megalkotni ezeket az eszközöket, hanem 17-18 éves fiatalok, sokszor a középiskola vagy a gimnázium padjából. Hát arra kérném, hogy mindkettőjük válaszoljon erre, fel vannak készülve erre? Önök a tanárokat kérdezem. Ki tudjuk képezni ezeket a fiatalokat? Hát igyekszünk naponta hozzátenni a magunk munkáját, hogy rugalmasak, nyitottak legyenek a világra. A tanításon keresztül vissza kell adjuk a diákoknak az alkotás örömét. Ha ezt megérzik, a sikert, hogy valamilyen feladatot megoldottam, vagy részem van a megoldásban, akkor hihetetlen mekkora energiákat szabadítunk fel bennük. Én bízom bennük, hogy képesek lesznek erre. Bányaiban is megvan ez a motiváció? Igen, azt gondolom, és föl is készítjük őket, és muszáj őket fölkészíteni erre, hiszen a jövő e felé mutat. De azt gondolom, hogy itt nem az egy tanár dolga, hogy én legyek a legokosabb, és én mondjam meg a tutit mindenkinek. Nekem inkább csak irányítani kell a tehetséges diákokat, és utána ők maguktól már sokkal többet tudnak tanulni, mint esetleg tőlem, vagy sokkal gyorsabban haladnak, mint ahogy én. Azt gondolom, hogy ezt meg tudjuk tenni, hogy az irányt és a kezdő lökéseket, meg a segítséget megadjuk nekik, és reméljük, hogy a jövőt ők építik majd, és nem mi csak elindítjuk őket erre. Egyébként sokan vannak azok az iskolák Magyarországon, akik ebbe a körbe már beletartoznak, akik egy ilyen tudományos konferenciára fel tudnak készülni? Tehát Bányai Bólyai most egy krémben van benne? Hát krém, hát igen, bizonyos szempontból nyilván. Tehát ebből a kutatási szempontból igen, azt gondolom, hogy a Bólyai, Bányai, vagy még néhány egyéb, tehát további kecskeméti gimnáziumok is ott szoktak lenni ezeken a kutatási versenyeken. Vannak szerencsére Magyarországon olyan iskolák, akik foglalkoznak ezzel, és képesek az ottani innovatív szaktanárok, illetve a diákjaik arra, hogy ilyen messze a tananyagon túlmutató kutatásokat is lebonyolítsanak. Lejárt a műsoridőn, gyors választ kérek, mi lesz a sorsa ezeknek az innovációknak? Polcra kerülnek, vagy ilyenkor befektetők után néznek? Szerintem tovább fogjuk fejleszteni. Ennek lehet, hogy lesz később kereskedelmi oldala is, de a gyakorlat, tapasztalatszerzés az, ami a legfontosabb. Azt gondolom, hogy mi felhasználjuk a tapasztalatokat egy újabb projekthez. Hát akkor ehhez kívánok önöknek kitartást, és szerintem nagyon szerencsések a diákok, hogy ilyen tanárokkal is ilyen körülmények között dolgozhatnak. Jövőre várjuk önöket ugyanitt az újabb innovációval. Köszönöm, hogy itt voltak. Köszönöm szépen. Folytatjuk a kiemelőt. Megyénk nemzeti értékeihez kötődő vetélkedőt szerveztek általános és középiskolás diákoknak a Lakitelek Népfőiskolán egy a Földművelésügyi Minisztérium által kiírt nyertes pályázat részeként. Hétfőn és kedden összesen 27 csapat mérkőzött meg egymással. Megyénk nemzeti értékeit megismertető és népszerűsítő vetélkedőt szerveztek általános és középiskolásoknak hétfőn és kedden a Lakitelek Népfőiskolán. A Földművelésügyi Minisztérium által kiírt nyertes pályázat részeként megrendezett versenyen 27 csapat mérte összetudását. Kvízeket töltöttünk ki, utána jártunk és olvastunk róla, és még a helyi értékeknek meg is néztük az élőbe, szóval ki is mentünk. Mondjuk a bagimalomhoz. Az első fordulóban a diákoknak megyénk nemzeti értékeihez kapcsolódó kérdésekre kellett válaszolniuk. Majd egy Bács-Kiskun megyében található vagy megyei kötődésű értékre kellett javaslatot tenniük, amelyről úgy gondolják, helye lenne egy adott település értéktárában.
Ennek tulajdonképpen hát egyik célja, közvetlen célja az, hogy a megyében felelhető értékeket tudatosuljanak. Másrészt pedig az, hogy már pici korban is kezdjük arra szoktatni az embereket, ami egy távlati cél, mert természetesen, hogy tudjanak különbséget tenni az értékes és értéktelen, fontos, nem fontos, igaz és a hamis között. A második fordulóba 5 csapat került be, akik a tegnapi és a mai nap folyamán különböző vetélkedőkben mérhették össze tudásukat, a helyi, a megyei és az országos értékekkel, valamint a hungarikumokkal kapcsolatban. Az értékek az egy csúcs teljesítményt jelent, és ez a csúcs teljesítmény ez minden téren, minden szinten különbözik. Más nyilván országosan, ezek a csúcs teljesítmények a hungarikumok, a nemzeti érték, a nemzeti értéktáron felül, és de vannak helyi csúcs teljesítmények is, és ezek pedig a helyi értékek. A pályázat kezdeményezőinek célja elsősorban az, hogy a fiatalabbak is tudatában legyenek értékeinknek. Azért is, mert hogy ez azért az identitását is erősíti a gyermekeknek, tehát hogy ők tudják, hogy van ott valami olyan dolog, ami esetleg minden nap elmennek mellette, de nem figyelnek föl, azok kiemelkedő fontossággal bírnak, és hogy ők tudjanak kötődni ezekhez a faluhoz, vagy ahhoz a településhez, ahol élnek, mert hogy sokan azt mondják, hát nincs itt semmi fontos, nincs itt semmi különleges, közben meg gyönyörű az épített környezete, vagy a táji környezete, vagy olyan értékes embereknek a munkásságát lehet megismerni és ráfigyelni, akik esetleg valami maradandót alkottak. Az értékpiramisba való beépülés során először a helyi közösség választ ki a településükről egy olyan értéket, ami számukra fontos, majd felvetetik a települési értéktárba. Ezt mindegyik kisebb közösség megteheti. Később, ha úgy gondolja a közösség, hogy az érték túlnő a település határán, akkor a megyei értéktárba javasolhatják. A pályázatban résztvevő általános és középiskolás diákok nagyon élvezték a feladatokat. Szerintem a anyaggyűjtés volt, mert akkor kimentünk a nagy fához, a temetőbe kerestünk, kutattunk, utána kérdezgettünk szüleinktől, és szerintem ez volt a legjobb. A diákok a verseny végén ajándékcsomagokban részesültek, amelyek a Bács-Kiskun megyei önkormányzat, a Lakiteleki Népfőiskola Alapítvány, valamint a megyei értéktárban lévő emberek felajánlásából jöttek létre. Most pedig 11 perc következik Kecskemét múltjából, az Annó magazinunkat láthatják. Harminc évvel ezelőtt együttműködési szerződést kötött a Bács-Kiskun megyei tanács és a Magyar Tudományos Akadémia. A szervezet Kecskeméten működő településkutató csoportjának vezetőjével, dr. Csatári Bálinttal a korábbi évek munkáiról és a tudományos csoport terveiről a Kecskeméti Televízió 1989. februárjában egy rövid interjút készített. A közismert geográfust a napokban ismét megszólítottuk. Ezúttal az elmúlt 30 év kutatási eredményeiről kérdeztük. Kedves nézőink, az Annó mai adásában ezt a két riportot láthatják. Nemrég állapodott meg a Tudományos Akadémia és a megyei vezetés a következő időszak együttműködésének lehetőségeiről. Ebből az alkalomból szeretnénk bemutatni azt a szervezetet, amely itt Kecskeméten szép csendben, de működik. A Rákóczi úton működik egy nagyon bonyolult nevű intézmény, a Magyar Tudományos Akadémia Regionális Kutatások Központja Településkutató Csoportja. Mit akar ez a név? Kié ez az intézmény? Hát az intézmény a Magyar Tudományos Akadémiáé, és része egy országos kutatóhálózatnak,
amely 7 éve létesült, akkor költöztünk mi is ide Kecskemétre néhány kutatótársammal együtt, hogy csatlakozzunk ahhoz az egyetlen nem budapesti székhelyű társadalomtudományi kutatóhelyhez, amelynek feladata az ország területi és települési folyamatainak a vizsgálata. Ezen belül a mi kis 6 kutatóból és 4 segéderőből álló, tehát 10 fős kutatócsoportunk, aztán már pontosan azt csinál, amit a nevünk mutat, tehát településkutatásokkal foglalkozik. Ki adja a témákat, hogy mit kutassanak? A témák 2 irányból érkeznek, hiszen alapító okiratunkban szerepel az, hogy a tájban, a területben élve az adott térség, megye, város problémáival is kell foglalkoznunk, és ez természetes is. Tehát részben költségvetésileg is, részben tematikusan is a vizsgálati anyagaink egy része itt születik helyben, Bács-Kiskun megyében, Kecskeméten, vagy Szolnok megyében, épp most fejeztük be a közeli Tiszazugien vizsgálatát. Ez tehát az egyik irány, a másik pedig nyilván az akadémiai alapkutatási tervezési mechanizmusban központi kutatási témák ezek. Pályázat útján nyertük el például a Magyar Kisvároshálózat átfogó vizsgálata című témát, amely ilyen módon egy országos téma, és a többi kutatóhellyel együtt végezzük ezt. 2 nagyobb témánk folyik most ilyen kutatásként. Az egyik a falusi térségek átalakulásának új folyamatai. Ez helyben például azért nagyon érdekes, hiszen a tanyákat, az új falvakat, a falusi átalakulást is integrálja innen a helybéli vizsgálati tapasztalatainkból. Másrészről a kisváros kutatásban pedig együttműködünk a szinte majdnem valamennyi kisvárossal van etéren adatgyűjtés és egyéb kapcsolatunk is. Így áll tehát össze a kép, ez a 2 5 éves tervi akadémiailag úgymond jóváhagyott témánk. Ha már benne vagyunk a kutatásokban, milyen módszerrel kutatnak, hogyan tárnak föl egy témát? Azt hiszem, hogy az intézetünk folyóiratának a címe mutatja ezt legjobban, a tér és társadalom ennek a folyóiratnak a címe, tehát alapvetően a társadalom térbeli folyamatait vizsgáljuk több tudományág megközelítésében. Én ugyan geográfus vagyok, de itt a kis csoportunknál is közgazdász, szociológus, történész, szociálgeográfus, tehát egy specializáltabb földrajzi ágat művelő kutató egyaránt van. Így próbáljuk tehát annak a definíciónak megfelelve vizsgálatainkat végezni, hogy a település az szintere is, kerete is és eredménye is a teljes társadalmi átalakulásnak. Konkrétan Kecskeméten és körzetében mit kutatnak? Most van éppen befejezés előtt egy nagyon részletes tanyavizsgálatunk. Remélhetőleg ebből a tanyai építési engedélyek és építési tilalom alóli felszabadításhoz tudunk majd ajánlásokat fogalmazni a megyei tanács építési osztályának, illetve az adott községi tanácsoknak. De azt hiszem még nagyobb, és talán ha még majd szót kapok itt a fórumon, még nagyobb vállalkozásunk egészen 1995-ig tartóan Kecskemét város nagy monográfiájának a megírása, megszerkesztése. Ez egy hatalmas tudományos vállalkozás, és nem csak a miénk, hanem múzeum, levéltár, és sok más alkotó is kapcsolódik ez az ország minden részéből. Hornyik János után több mint 100 évvel azt hiszem ideje, hogy nemzeti önismeretünket, lokális érdeklődésünket kielégítendő, elkészítsük ezt a nagy vállalkozást. Ahhoz, hogy elkötelezettek legyünk egy terület, egy város, egy ügy iránt, ahhoz nem csak a kutatónak, hanem a lehető legszélesebb városi közönségnek is, sőt a vonzás körzet közönségének is ismernie kell nagyon részletesen azt, ahol él, ahol mozog, ahol pihen, ahol lakik, ahol igénybe vesz szolgáltatásokat, vagyis a mindennapjainknak is része kell, hogy legyen ezeknek a kutatásoknak a sok irányú eredménye. Hát ilyen hitvallással dolgozunk. Ha visszatekint a 30 évvel ezelőtti riportra, mi az, ami örömet okoz, hogy megvalósult, és mi az, ami talán fájdalmat, mert mégsem? A riportot visszahallgatva nézve a tanyás ügy úgy gondolom, hogy kedvedre való. Akkor azt említettem, hogy hát ha föloldják a kutatásaink nyomán a tanyai építési tilalmat, ez megtörtént, és utána
Még a 2000-es évek elején is volt egy nagyon jelentős tanyakutatásunk, megtekinthető egyébként a kutatóintézetünk honlapján, és azóta folyamatosan évente hirdetnek tanyafejlesztési programokat. Úgy gondolom, hogy ez egy olyan kutatás, ami végig kísérte nem csak az én pályámat, hanem talán a közhasznát is annak a kutatásnak, amit végeztünk. Hát ami kevésbé az az, hogy akkor ugye volt 6 kutató, 4 segéderő, aztán volt úgy, hogy 12 kutató volt, és 5-6 diplomás segéderő, ma bizony csak 6-an vannak a csoportnál, és az akadémiai átszervezések miatt bizony nagyon nehéz most tudni, hogy mi lesz az ő jövőjük. Ezzel nagyon bánt engem. És azok a programok, amikben aztán részt vett ez a szervezet, azok mennyire fontosak voltak? Én úgy gondolom, hogy a maga módján minden programnak volt valami nő haszna vagy hatása. Hát például ugye ott mindjárt a rendszerváltás után volt egy jelentős alföldkutatásunk, és utána készültek a megyei területfejlesztési tervek. Mi itt Bács-Kiskunban is készítettünk együtt a kistérségekkel, és ez egy olyan alapos a helyismeretet, önismeretet feltáró munka volt, ami aztán később, van is egy olyan alföldi tanulmány a kötetünk, hogy az EU és az Alföld, tulajdonképpen az uniós csatlakozások után ezeknek a tudásanyaga, miután már ez nyugati módszerekkel készült, beépült a pályázati rendszerbe. Hogy ennek is mondjam a pandantját, sajnos később a pályázati rendszer már kevésbé ezeket a hosszabb távú terveket célozta, hanem hát a gyors forrásszerzést, ami persze a önkormányzatok vagy az érintettek részéről nyilvánvaló, hogy érthető, csak azok a komplex hatások, amivel a mi, mint regionális kutatók dolgoztunk, kevésbé érvényesültek. A Kecskeméttel kapcsolatos kutatásai közül mi valósult meg? Akkor azt emlegettem 30 éve, hogy az intézetünk csoportjára bízták a Kecskemét monográfia kutatását és megszerkesztését. Hát számos kis apró füzet után 2002-ben végül is megjelent a nagy első kötet, és hát reméljük, hogy lesz folytatás is. De ennél sokkal izgalmasabb, hogy a uniós csatlakozás után az új integrált városi stratégiákat is mi készítettük az elsőket Kecskemét számára. Ebben város részenként és nagy mélységben vizsgáltuk kérdőívekkel, új térinformatikai módszerekkel a várost, és úgy gondolom, hogy néhány pályázati forráshoz ezek is hozzájárultak. És most a város Kutatóvárosfejlesztő Kft.-ben folynak tovább ezek a munkák. Egyik munkatársunk, tanítványunk ott dolgozik. Ha most kapna egy lehetőséget, hogy egy adott témában dolgozhat, mi lenne az? Én a vidék kutatásaimat folytatnám, mégpedig a posztmodern vidékkutatást, amikor tehát a korábbi bevett sémák mind átlépésre kerülnek, nem csak itt, hanem az egész világon, és egy vidék megújulásról van szó. Nem csak a lakóhely, a környezet, a helyi élelemtermelés, mi esetünkben a tanyák tekintetében, hanem az egész földgolyó környezeti megújulása a vidéktől várható, nem a várostól, ezt kutatnám szívesen. A híróra végén, ahogy megszokhatták, mindig összefoglaljuk az aznapi híres hírek legfontosabb témáit egy percben, így lesz ez most is, következik az Esti Gyors. Közel 200 ezer autó gurult le a gyártósorról tavaly a Mercedes gyárban. Többek között ez derült ki a mai évértékelő sajtótájékoztatón. 3 éve áll elhagyatva egy autó az Árpád körúton. A múlt hónap végéig a tulajdonos még váltott parkolóbérletet, azóta viszont csak gyűlik a bírság.
Hangos kántálással üzték el a telet, és a népi hagyománynak megfelelően elégették a rossz dolgokat szimbolizáló kiszebábot a kinder óvodába járó gyermekek. Másfél hónap alatt több mint 2,6 millió forinttal lopta meg munkáltatóját egy kecskeméti futár. Az ügyészség vele szemben közmunka kiszabását indítványozta, és azt, hogy a bíróság kötelezze őt a kár megtérítésére. Bogrács Gulyás partit szerveznek a Bozó család javára az Arborétumban. A cél, hogy saját kocsit vásárolhasson a kecskeméti család. Autó nélkül ugyanis gyógytornára sem tudja vinni édesanyja a másfél évesen lebénult Gabriellát. A híróra véget ért, szerdán is 7 órakor kezdünk, egészen 8 óráig tart majd a híróra. A híradóban elmondjuk a legfontosabb híreket, azt követően pedig a kiemelőben a háttérinformációkkal foglalkozunk. Számítunk tehát holnap is a figyelmükre, további jó tévézést, szép estét, viszontlátásra!